dobták föl magukat. Szóval volt, aki például egy borítékot tett be az irodánkba, névvel, mindennel, fölvállalta magát, hogy ő kicsoda, csak ő mindent elmond, csak őt szedjük ki a sztoriból. Volt olyan ügy, ahol felajánlottak több millió forintot nekünk, hogy szálljunk ki az ügyből, addig a kutyákat hagyd tüntesse el. És mondtuk, hogy nincs ilyen. Ezek az emberek, akik ezekben a körökben vannak, is ismerem őket gyerekkorom óta. Amikor volt egy megkeresés a Óvádi Péter részéről, akkor mi elmondtuk neki, hogy mi szeretnénk azt kérni, hogy aki kutyaviadalt csinál, ne csak az legyen büntetve, aki bent áll a kockában, hanem aki kiadta a területet, aki ott van, mint néző, aki ott van, mint állatorvos, aki ott van, mint aki felveszi ezeket a meccseket, és ezt elfogadták, és szerencsére most már, hogyha például egy kutyaviadal lenne, ahol lebuknának az emberek, a nézőket is ugyanúgy begyanúsítanák. A BTK szigorítást, hogyha nézzük, akkor természetesen a rendőrséggel is konzultáltunk, hogy hol vannak azok az akadályok, ami esetleg nem jutott el egy-egy esetet a vádemelésig. Az állatviadalon eddig, akik részt vettek, azok nem voltak büntethetőek, csak a szervezők. És a rendőrség elmondta, hogy nagyon nehéz volt megállapítani egy tiltott állatviadalnál, hogy na jó, akkor ő szervezte. Ezért hoztunk egy európai szinten is egy nagyon erős BTK szabályozást, hogy aki a tiltott állatviadalon részt vesz, az is 2 év letöltendő börtönbüntetéssel ítélhető. Most tárgyalják a napokban a nagykörösi, talán a legnagyobb magyarországi kutyaviadalnak az ügyét, te ezt követed, hogy mi történik ott? Természetesen, akkor még nem voltam sem miniszteri biztos, se kormánybiztos, amikor ez az eset megtörtént, ez a sajnálatos eset, és ugye, hogyha nézzük, akkor ugye ez még 2022 előtt történt, tehát a régi BTK hatályos arra a dologra. Ott 15 embert tudnak bíróság elé állítani, és én azt gondolom, hogy igenis letöltendő börtönbüntetés van szükség ahhoz, hogy a tiltott állatviadalnál való részvétel és szervezés is megfelelően legyen büntetve. A szabadságvesztés lehetősége az mindig megvan, tehát ugye le van írva konkrétan, hogy az állatkínzás alapesete, ugye állatviadal szervezése, sőt ugye 2 éve már a részvétel is, ugye nem csak a szervezés és mondjuk a fogadások kötése, hanem ugye a részvétel is büntetendő, ez ugye korábban az állatvédelmi törvényben volt, esetleg ha ott valami épp valami lecsapás történt, valami razzia történt, nyilván mindenki azzal védekezett, hogy hát ő csak jelen volt és figyelte az eseményeket nagy érdeklődő szemekkel, és akkor esetleg kapott egy állatvédelmi bírságot, de hát nyilván az se nagyon. Divat, még mindig probléma. Igen, probléma, de akkora divat már nem, mint mondjuk pár évvel ezelőtt. A nagykörösi ügy és a nyíregyházi ügy volt az a nagy áttörés, amikor éreztük mi is azt, hogy egy picit komolyabban veszi most a rendőrség ezt, mint eddig. És azóta tényleg történt börtönbüntetés. Igaz, hogy csak pár hónapot került ebbe a srácok, de azért ott bent az a pár hónap is kegyetlen tud lenni. Minket nem szeretnek, ugye a kutyavédorosok, egy azért, mert lebuktatjuk őket, kettő azért, mert sok emberhez eljut így a nevük, arcuk, illetve mindig azt mondják nekünk, hogy mi ahogy kivartintjuk a kutyákat, a vérvonalak csapódnak lefelé, és egyre rosszabb vérvonalú kutyák jönnek. Igazából annyiféle kutyasport van már, ahol le tudod mérni azt, hogy az én kutyám a jobb, vagy a te kutyád a jobb. És hogyha kell, akkor még ott játsszál készpénzbe, azt majd a NAV majd azt leellenőrzi. De hogy nem kell itt a kutyaviadalt erőltetni, ez már nem divat, főleg nem Európa közepén, 2024-ben. És hogy belegondolunk, hogy 100 állatról van szó. És tényleg olyan állatok, akiknek sokkal jobb körülmény között kellett volna élniük. Talán azt látom, hogy a tiltott állatviadalok, ahogy a rendőrségi jelentést látom, talán visszaszorultak, talán azért elrettentő ereje van annak, hogy most már a tiltott állatviadalon való részvétel is bűncselekménynek számít, és letöltendő börtönbüntetés van maga után. Mi egy olyan 7-8 éve csatlakoztunk bele a magyar állatvédelembe, és igazából a fő céljaink között volt az, hogy Magyarországon megszüntessük az állatviadalt. Akkor még kinevettek minket, és mondták, hogy ezt nem lehet megoldani. Azóta most már tartanak tőlünk, és meg lehet ezt oldani. Ezek a dolgok úgy szoktak elindulni, ugye, hogy itt vagy piti pénzről beszélünk, vagy óriási nagy összegekről. Szóval itt a
pár ezer forinttól a több millióig elmehet akár egy verseny. Ti így értesültök lényegében ezekről a viadalokról, hogy feldobják persze, egymást ezek, a... Ezek egymást dobálják föl. Amikor mi megjelenünk, ők leülnek velünk beszélgetni, és mint amikor én régen iskolába jártam, a tanárnő mondta, és nekem csak írni kellett a dolgot, itt ugyanez van. Szóval ezek nem gengszterek, ezek nem maffiózók, ezek senkik. Ezek tényleg egy, nem mondom azt, hogy nincs köztük egy-két olyan ember, aki tényleg ott van az éjszakában, mert van. De a nagy részük, mint például az a Virág, vagy mint például a Katilla, vagy az a Zsolt, akik gyerekeket visznek bele a kutyaviadalba, azokat még a komoly kutyaviadalosok, vagy a komoly maffiózók is azt mondják, hogy olyat nem lehet. Szóval nem lehet gyerekeket elvinni ilyen helyekre. Még mindig óriási az a része a magyar állattartóknak, akiknek semmi közük nincs a felelős állattartáshoz. És azt kell, hogy mondjam, hogy semmi közük nincs a saját életük életvezetéséhez, ahogy a gyerekeik vezetéséhez sincsen. Nagyon-nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy ahonnan állatokat kell kimenteni, ott gyerekek, felnőttek élnek borzalmas körülmények között. Gyakorlatilag szinte minden rajtaütéses viadalos eljárásban van gyerekérintettség. Már aki jelen van? Aki jelen van, vagy pedig olyan környezetben, olyan úgy él, akár a viadalra szaporítónál, akár a viadaloztatónál, hogy az veszélyezteti a gyereket. Tehát tényleg szinte minden ügynél tudunk ilyenről. Azért mondom, hogy az állatok, az állatjólét nagyon gyakran együtt jár szociális problémákkal, együtt jár egyéb bűncselekményekkel, droggal, prostitúcióval. Melyik volt az első kutyaviadal, ahol benneteket a rendőrség hívott, ha jól tudom, segítségül? Nagykörös. Az volt a legnagyobb leszámolás Magyarországon. Úgy emlékszem, hogy ilyen 70, közel 80 kutyát hoztunk aznap éjszaka el, a rendőrséggel együtt, nagyon sok állatvédő szervezet volt benne, és tényleg az volt az, amikor először ott voltam egy ringbe, ahol először láttam a vérfoltokat a padlón, hátborzongató dolog, és amikor azt mondják nekem, hogy nagykőrös, akkor semmi más nem jut eszembe arról a településről, csak az, hogy ott volt Magyarország legnagyobb állatviadala, és amikor azt mondják nekem, hogy Tesco parkoló, akkor viszont ugyanez ugrik be sajnos erről a áruházról, mert mindig ott találkoztak, a nagykörösi Tesco parkolóba, ott volt megbeszélve a találkozó, onnan mentek be együtt az erdőbe, és igazából amikor mi ott... Az erdőben volt egy rejtett rész, ahol... Egy ilyen tanya, egy tanya világban volt ez az egész. Amikor minket hívtak a rendőrök aznap, Mikulás napján, voltunk ott, és akkor hívtak, hogy kéne segítség, mondtuk, hogy éjfél körül fogunk tudni csak leérni, és akkor mondták, hogy akkor a parkolóba találkozunk. Mint a hollywoodi filmekben, óriási nagy reflektorok, minden, és ki volt világítva egy tanya. Amikor mi odaértünk, mi nem voltunk sokan, viszont így ezeknek a kutyáknak az ismerete egy kicsit megkönnyítette a helyzetünket. Két nagyobb területen voltak elhelyezve, vagyis hát egy területen, csak két nagyobb placon, egymással szembe, láncokon. És a láncok úgy voltak elrendezve, hogy ilyen sorrendben ugye a saját kényelmüknek megfelelően ott a gondozóknak, hogy el tudjanak férni, el tudják hozni köztük a kutyákat. Minél zordabb körülmények között tartják őket, láncon, ez nagyon fontos, mert a lánc végén mindig magasan van a stressz szint, a stressz hormon szint, mindig éles az idegrendszer, gyakorlatilag szinte sosem tud mozogni, olyan telepeken tartják őket, ahol sok kutya van együtt, de a lánc hosszúsága miatt sosem érnek össze, de csak éppen nem érnek össze, úgyhogy állandóan hergelik egymást, ez feltétlenül fontos ahhoz, hogy nagyon penge idegrendszerük legyen. Pont ezért a kölyköket sem szocializálják túlságosan. Az nyilván elvárás, hogy az emberek felé ne legyenek gyilkos hajlamaik, de egyébként nincs szabály halálig. Ugráltak persze, meg voltak vadulva, de oda mentünk, lecsatoltuk, hoztuk. Nem. Inkább azért kellettetek ti, mert nektek van kapcsolatotok, hogy hova lehet vinni őket utána, nem? Egyrészt, másrészt meg azért kellettünk, hogy pörögjön, szóval, hogy nekem tudtam, hogy vannak a láncok, a karabinerek, a csatok, a minden, oda mentem, levettem, vittem, következő. Nem minden viadalos ilyen, nagyon sok viadalos, sokkal hozzáértőbb, mint a legtöbb
kutyakiképző, vagy kutyával foglalkozó ember. Ezek az emberek, mert most pont erről beszélünk, nem gondolnám, hogy azok voltak, mert én szerintem, ez csak az én gondolatmenetem, szerintem csak legyen minél több, meg a papírformára mentek. Szóval, hogy ezek az emberek általában összenézik a pedigrében azt, hogy vér a vérrel hogyan jön ki, úgymond, hogy lesz belőle eredményes kutya, eredményes kutyáknak az utódjaival, mi illik egymás mellé, és akkor annak a kutyának lesz értéke később, akár eladásra, akár a ringben. Ez a réteg, akikről most szó van, akár az, aki viadaloztat, vagy aki nem és elfogadja, ezek azt úgy tartják, hogy az a kutya, a jó kutya, még ha ő nem is csinálja, de annak a kutyának van bátorsága, ösztöne, az az életképes, aki életben tud maradni, aki nem, azt a ring kiszelektálja. Csak nem marad életben. Csak, ugye ezt most cáfoltuk meg, hiszen egy rakat beteg kutyát hoztunk ki tőlük, akik félősek. Amikor jött a nagykörösi ügy, ugye akkor volt egy pánik ezeknél az embereknél. Mi ezeket láttuk pontosan, benne voltunk Facebook csoportokban álnéven, szóval mi tényleg rajtuk voltunk. Pontosan tudjuk, hogy ki mit csinál. Tudjuk, hogy kinél mennyi kutya volt, pontosan mondjuk egy plusz-minusz 5 létszámba tudjuk. Azt is tudjuk, hogy hova tűntek, de amikor megjött ez a nagykörösi ügy, akkor bepánikoltak. És például ezek úgy buktak le, hogy akkor egy ismerősömhez bekerült egy laptop a körúton, mert ő számítógép szervize volt, és bevitték ezt a laptopot, hogy ezt le kéne törölni. És akkor pont még bent ültünk a fehérvári irodánkba, és akkor hívott a barátom, hogy Ricsi, ide kéne jönni, van egy laptop. És mondja, hogy van rajta bizonyíték. És mondom, mi? És akkor mondta, hogy a kutya viadal. És akkor azt megkaptuk, és akkor több 100 videó. És akkor ezt jeleztétek a rendőrségen, és megindult a... Így van, jeleztük a rendőrségnek, és miután már ugye mi azért mindig posztoltuk, hogy akkor jövünk, itt vagyunk. Voltak ilyen kis rejtett célzásaink, hogy a ruhás ember, a fodrászlány, hogy érezzék ők, hogy tudjuk, hogy ott vannak már, és ők például dobták föl magukat. Szóval volt, aki például egy borítékot tett be az irodánkba, névvel, mindennel fölvállalta magát, hogy ő kicsoda, csak ő mindent elmond, csak őt szedjük ki a sztoriból, hogy ő nem akar benne lenni. Volt olyan ember, akit kirugattunk a munkahelyéről, elmentünk odáig, és ott a főnökeit megkerestük. A főnöke azt mondta, hogy ha ezt tudjuk bizonyítani, akkor megválnak tőle úgy, hogy 10-15 éve ott dolgozott. Elküldtük nekik a tekkes felvételt. Egy héten belül az embert kirúgták, utána tovább mentünk. Szóval mindenkinek utána mentünk, ameddig tudtunk, meg ameddig úgy éreztük, hogy utána kell menni. És talán a mi erőnk ebben van a médiában, abban, hogy sokan vannak mögöttünk, és abban, hogy ebben az állatvédelemben megvesztegethetetlenek vagyunk. Volt olyan ügy, ahol felajánlottak több millió forintot nekünk, hogy szálljunk ki az ügyből, addig a kutyákat hagyd tüntesse el. És mondtuk, hogy nincs ilyen. Hány kutyavédal számoltak fel a segítségetekkel? Hát egy ilyen 5-10. Most így, hogy mondod és így emlékszem rá, egy ilyen 5-10 telepet felszámoltunk. Ez mennyi kutyát jelent? Több száz? Több száz. És mindegyik bolt típusú? 99%, igen. Néha voltak csali kutyák is szerintem, amiknek semmi köze nem volt a viadalhoz, de úgy ott voltak az ingatlanon vagy a területen. Ilyen például nagykörös, onnan hoztunk ilyen francia buldogokat. Akik ebben benne vannak, és szakértők, azok el szokták mondani, hogy ugye ezeket a kutyákat edzeni szokták más kutyákkal, a kilóban is ugye beszokták tenni. Nagykörösön például, akivel találkoztunk, az a csicska család volt. Szóval, hogy ott volt, annak a telken, ott voltak a csicskák. Igazából kaptak egy lakást, ott lakhattak, nem tudom, hogy fizetést kaptak-e, kaját kaptak, és akkor ők ott voltak. És ők etették a kutyákat, ők szedték össze a kutyaszart, és nekik ez volt a dolguk. Ők ilyen... Tehát mindegy rabszolga. Igen, persze. Úgy éltek, persze. Most, és valakit kiszolgáltak, aki meg ezzel így foglalkozik van. Nagyban. Így van. Hogy ezt többen is mondták, akik befogadtak a viadalok után mentett kutyát, hogy folyamatosan próbálják visszaszerezni a kutyáikat, hát azok mivel az emberek, akik mivel én a pitbullos világban benne vagyok, de ugye nem annyira vagyok elfogadott, hiszen állatvédő vagyok, de állatvédőnek se vagyok annyira elfogadott, hiszen lógatom a kutyát, sújtúzok a kutyával, pitbullos vagyok, így minden között ott a földön, de sok az ismerősöm. És ezek az emberek, akik ezekben a körökben vannak,
is ismerem őket gyerekkorom óta. És akkor szépen ismerősnek az ismerősének az ismerőse által, hogy oda került valahogy a telepre a kutya, nem tudtam, hogy ez, hát egy ismerősem által, hát csak vigyáztak rá, így. Engem ismer. Nem mindenki, de tudnak hozzám utat találni. Nem mondom azt, hogy nem szoktuk átlépni azt a bizonyos határt, amit át lehet lépni, de én úgy gondolom, hogy mi tényleg az állatokért lettünk, és igazából a nézőközönségünk elvárja tőlünk, hogy beleálljunk olyan ügyekbe, amiben más állatvédő szervezetek, pontosan azért, mert a 70-80% a hölgy, nem kell, hogy belelépjen, ezért jöttünk létre mi. És ezért vállaltuk föl azt a harcot, ami Magyarországon én úgy gondolom, hogy az egyik legkomolyabb, az pedig a kutyaviadal állatvédelmi szempontból.